Üdvözlök mindenkit a live-ba. Mi újság? Laura, te voltál az első, és Patrik és Axel így érkeztetek. Szia, Laura! Mi újság? Meséljetek! Csütörtök van, már csak egy nap, holnap nincs suli nálunk, tudjátok. Hát, ha tudok jönni, akkor otthonról fogok jelentkezni. Élőben, ugye? Hello, bundás kenyér! Ha több like, több nézőt vonz, ha csak így tovább, ez az. Köszönöm szépen azt az 5 darab like-ot, amit eddig kaptam. Csináljunk valami jó zenét? Most lehet kérni, hogy mit rakjak be. De csak amíg nem írom én be, hogy mit szeretnék. Milyen autó neked? Ez egy Mercedes GLA. Hi Dave! Hi! Na, lunch musicot hallgattuk egész héten, maradjunk hűek önmagunkhoz. Hello Gina! Köszönöm szépen mindenkinek a lájkot, és itt csak mindenkit látok csatlakozni, várjatok, mert az ülésfűtésen megy alattam, aztán itt besülök. Hello Vipcsó, köszönöm szépen, hogy jöttél, ma egyedül fogsz dolgozni, úgy hallottam, úgyhogy jó munkát kívánok ezúton is, és minél kevesebb munkát. Olyan szép, hogy köszönöm szépen a kedves szavakat. Már válaszoltam, nyalók a fejű, ez egy Mercedes GLA. Többször nem mondom már, mert azt hiszik, hogy itt menőzök, mert ugye ezt mindig megkapjuk. Ti is megkapjátok, mert miattatok, mondom el ennyiszer. Jaj, nekem, igen, hello Máté, hello Attila, hello Péter, Bódi, három. Örülök, hogy jöttetek. Milyen az idő nálatok? 6,5 fok, sokkal jobbnak hittem. Hoztam kabátot, szeretem kabátot, tudjátok, amiről még beszélgetünk. Azt írja, macsó, nem tudtam elolvasni, de hogy ecet idő van nálatok, nem hiszem. Nagyon szedett vett ez meg, ha nem volt időm elkészülni, nagyon siettem, de elhúzódott az idő. Péter Bodi, köszönöm szépen a követést. Szabi Major. Jó, most jó. Hello. Hát nagyon nehéz volt. Csak ezzel tudom, ezzel úgy kell egymással rakni. Dolgozol ma, főztem. Aztán gyorsan helyett most, hogy ne legyek kajaszagú, délután fogok főzni, köszönöm a követéseket. Telluséknál 3 fok van, akkor elégedett vagyok az én időjárásom, ez a 6,5 fokkal. Ezt osszuk be, amink van, ezzel dolgozunk. Délután fogok a munkával foglalkozni, és most a gyerekeket várjuk a parkolóba, iskola parkolóba, azért innen szoktam live-olni, aki még nem tudja, házi ecet, ecet, házi ecet, előbb-utóbb ez egy mondat lesz. Macsó, macsek, macsó, nagyon sok a macsó. Háromszor is macsó, háromszoros macsó vagy, lehet. Mit főztél? Csináltam paradicsomleves betűtésztával, azt kértem a dogs, van ahol 4 fok van. És aztán csináltam nekik nuggetset sült krumplival, magunknak pedig, hát ez sikerült jól, de kecskesajtot akartam. Hello Zoli, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kecskesajtot sütöttem, rizs, majonézes, kukoricasaláta, meg ilyen kis vegán falatkákat még. Szép napot, aranyhaj, most mostam meg a hajamat. De nem volt időm alaposan kivasalni. Talán jobb is, köszönöm szépen Zsoltika a dicséretet. Szandra, köszönöm a követést. Hello Zoli. Örülünk Bojli Zoli ezúton is. Isten éltessen sokáig, mert így élőben még nem tudtalak felköszönteni. Hello Krisztián, és szeretnék megosztani egy jó hírt, hogy ma van az én férjemnek a születésnapja is, úgyhogy innen üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és sok boldog születésnapot kívánok, drága szerelmem, mert tudom, hogy látja és hallja. Te vagy a szerelmem. Nálatok robban a sonka, hát most van mi robbanjon rajtam, de csak 2 kilóról beszélgetünk, de tudom, hogy nem így érted, mert ez a Levinek a hitalációja, ez a sonka robbanos. Nekem meg az anyukának van szülinapja, mindenkinek boldog szülinapot. Köszönöm szépen, aranyosak vagytok, mindenkinek boldog születésnapot, akinek ma van férjemmel együtt. Hogy teltek az ünnepek? Azt kérdezi tőlem Sophie, nagyon jól. Pihenős volt, annyira nem toltam meg, mint más években szoktam, és jól döntöttem, megmondom őszintén. Boldog szülinapot mindenkinek, igen, mindenkinek boldog születésnapot kívánunk, aranyosak vagytok, köszönöm szépen a jó kívánságokat, látja is, meg el is fogom mondani, hogyha esetleg valamelyikről nem maradt, köszönöm. Mire várakozol? A gyerekekre várakozok, és most egyszerre fognak végezni majd, 13:30-kor fognak kicsöngetni, köszönöm szépen a követéseket, akinek nincs, annak is előre. Így van, mindenkinek boldog szülinapot, hiszen idén legalább egyszer lesz mindenkinek születésnapja, akinek az elmúlt
5 napba, még nem volt jó, mondom, 6-a van. Amúgy meg vízkereszt, ilyenkor kell leszedni a fát, én már leszedtem hamarabb, pont emiatt, hogy nálunk szülinap van ilyenkor, 6-án. Szia Zoltán, Pityu, köszönöm a követést, mennem kell, vigyázz magadra, köszönöm szépen, hogy itt voltál, bundáskenyér, és csodás napot kívánok. Adi Endre, egy boldog majálist mindenkinek. Adi Endre, még nem találkoztunk, nagyon szeretem a verseidet, néha írhatnál hozzám is verset, csak viccelek, tényleg nem találkoztunk mi. Azt mondja Tomi Gameszkó, hogy szia, hello, szia Réka, ki mit kapott szülinapon ilyen pozitív tesztet és terhességi. Hát úgy látom némelyik kommentben, hogy van akinek az IQ tesztje negatív lett, csak viccelek, csak a trolloknak a kommentjére gondoltam nyilván, de most már ugye tegnap megfejtettük azt is, hogy körcik a pizza, nagyon sok üzenetet kaptam ezzel kapcsolatban, meg kommentet, hogy nem háromszög alakú, hanem körcik alakú, úgyhogy ezentúl bárki pizzázni megy, úgy kéri a pizzát, hogy egy körcik pizzát szeretne kérni. Mennem kell ebédelni, szia, további szép napot, aranyos voltál, köszönöm szépen, és szép napot kívánok neked is. Adi Endre mit írt? Egyből egy verset írt, elkezdett verset írni, nagyon figyelek ám a verseket, szeretem, szép napot mindenkinek, sziasztok, üdvözlet mindenkinek, aki most érkezik, kínai szánkó mehet, hát persze, mondjuk hó nélkül is csúszon, nekem akkor is háromszög, tényleg, tökre felhúztam az anyamat, úgyhogy megtörtem a jó szokásomat, tudjátok, hogy minden kommentre igyekszem válaszolni, persze nyilván van, ami véletlenül kimaradt, de ennél a videónál elkezdtem megöregedni, megőszülni, és az ideg összeomlás szélére jutottam ezzel a nagyon sok kiokítással, hogy nem mindegy ilyen geometriai dolgokkal kapcsolatban, szóval ott csak lájkoltam az ilyen jellegű hozzászólásokat, nem bírtam egyesével megválaszolni. Miért vágják 8 szeletre a pizzát? Mert úgy könnyebb megenni, mintha 4 szelet lenne. Ilyen kommentem is volt. Azt a mindenes segít neki. Szia, szia, örülök, hogy itt vagy. Mondom, férje van. Igen, a férjem van, és az előbb köszöntöttük föl itt egy csomóan, mert van a születésnapja. 44 éves lett. Miért kérne meg 16-ot? Na, mondom, voltak ilyen hozzászólások is, aztán persze voltak ilyetett a viccet. Nagyon szigorú lett a TikTok, kezd egy kicsit Facebookra hasonlítani, komolyan. Úgy van, így van. Nem tudom, hogy mi van úgy, de úgy van. Köszönöm szépen egyébként a lájkokat. Jaj, annyit beszéltem, hogy elfejtettem levegőt venni közben. Jó, hogy végigolvastad, nem tudom, hogy mi volt, de örülök, hogyha végigolvastam. Van, ami kimaradt, de nagyon figyelek, tényleg minden kommentre megpróbálok válaszolni, még néha azokra is, amire lerágtam, úgy értettem, hogy leragadtam. Kaptam-e harmadik oltást, azt kérdezi Stellus, egyébként igen, de nem szoktunk itt az oltásról beszélgetni, mert az tiltó listás kérdés, és a moderátorok szigorúak, mert nem szeretnénk senkit befolyásolni az egyéni döntéshozatalába, mindenki a saját megítélése szerint tesz ez ügyben, és ezért rövidre zártam a témát, és bocsánat, hogyha 5 percig némítottak, de ez tényleg aranyszabály nálunk. Hello, Szergi! Köszönöm szépen a rózsát ma is. Hello, Walter! Örülök, hogy jöttél. Roni, neked is köszönöm a rózsát, és kaptam egy fagyit a Szergitől, mert megint látja, hogy korog a gyomrom, vagy hallja, és hát most már nem fér egy fagyi. Tényleg korog a gyomrom egyfolytában, mióta fogyózok. Azért vagyok feszült is. A tegnapi live-ot tudjuk be annak, hogy fogyókúrázom. Meg a szanidőnek. Roni, ti csicsúsz. Köszönöm szépen, Szerge, az ajándékokat. Széna szájjal, vagy szanna széjjel? Nem mindegy. Tökre nem mindegy, hogy a széna van a szádba, vagy szanna széna. Mindegy, ez így se, hogy nem jó, de azért köszönöm szépen az ilyen jellegű pozitív üzeneteket is. Szia, van fűnyírod? Ha igen, nem láttam, de nincs fűnyírunk, mert műfűvünk van, és porszívózzuk. És nem lát be a szomszéd, nem néz hülyének se ilyenkor, mert magasak a falak. De csak ezért, hogy ne lássák, hogy porszívozzuk a füvet. Jaj, Roninnak válaszolt valamit a Szergi, nem láttam, hogy mi volt. JK, ilyen kis vicces, nevetges fejeket küld, örülünk, hogyha vidám a kedve mindenkinek. Köszönöm szépen a követéseket, nagyon megindult a cset, és egy csomó mindent nem tudtam elolvasni. Magasak a falak. Sóhajom nem marad. Nyaras 96-tól kaptam ezt a verskezdeményt, pedig aztán Adi Endrétől vártam. Vajros, hát csak köszönöm szépen a rózsát. Fogadóképes, hogy azt kérdezi Jancsika. Hát fogadjunk, hogy egy nagy pofonnal indítanék, hogyha így kezdenéd a beszélgetést, és remélem, hogy nem értettem félre. Ennye benye.
Köszönöm szépen a moderátorok munkáját. Szia, szép napot, és nem utolsó sorban boldog új évet kívánok Beatrix, nektek is csodás boldog új évet kívánok. És köszönöm szépen. Itt a Szergiből a keveredett egy beszélgetésben, úgy látom, és Adi Endrebe is követett. Komolyan, nagyon örülök, már nagyon sok híres ember követ. Ugye tudjuk, hogy van Orbán Viktor, és még ki is szokott lenni, ugye az igazi Jézus Krisztus nyilván. Szia, nagyon csinos vagy, te vagy a nap fénypontja. Silver 893, nagyon szépen köszönöm, de biztos, hogy nem én vagyok a te napod fénypontja, de nagyon jól esett a lelkemnek. Szergi, kemény vagy, mert mindig. Szergi, mindig. Ronin, köszönöm szépen a rózsa. Boldog új évet azoknak, akikkel nem találkoztam. Nagyon boldog új évet kívánok. Bajnis Zoli is itt van celebként. Alával voltam már házas. Kiképeztem. Köszönöm a TikTok jelet, Ronin. Elégedett vagyok-e az órával? Igen, most nem volt idem az éjszakai szíjamat átcserélni, de most már nem is kell, hogy ebbe aludjak, mert hogy születésnapos van nálunk, így ugye tudjátok, hogy mi mindig megbeszéljük, hogy ki mit kapjon, meg így közösen döntünk, úgyhogy most egy új rendszerre fogok ébredni, és majd, hogyha meg tudom csinálni, csinálok egy unboxing videót. HomePod, mini HomePodunk lett, az olyan, mint az Alexa, csak Apple és Siri-nek hívják, úgyhogy ma már az egyikkel beszélgettem, tök aranyos. Már elmúlt új év, igen, elmúlt új év, de van, akikkel nem találkoztunk, és akkor ilyenkor szoktunk boldog új évet az első találkozásnak kívánni egymásnak. Szerki, köszönöm szépen anyalókát, hatalmas vagy, szebbé tetted a napom, már megérte jönnem, örülök, hogyha valakinek földobtam a napját, és örülök, hogy az újak ma látnak, és tegnap nem, mert ugye tegnap nem voltam annyira jó fej, mondjuk hülyese voltam, meg bunkóse, de nem voltam olyan vidám. Köszönöm szépen a pandát, és köszönöm a 18 darab nyalókát is. Hát így el fogok hízni. Szia, a legjobb csaj vagy a TikTokon. Minden csaj nagyon jól néz ki a TikTokon szerintem. De köszönöm szépen. 20 nyalintás. Igen, és mindjárt jön azt, hogy nem tudtam, hogy a te live-od nem neked akartam küldeni. Én köszönöm a rózsát, Szergi, köszönöm szépen a rózsát. El vagyok halmozva. Szomorú voltam, nem voltam szomorú, csak egyébként most se aludtam éjszaka, de nem tudtam aludni, mert felkeltem mondjuk ma a széltől, és esett is az eső, meg mit tudom én. Sok volt a troll is, egyébként tegnap sok volt a troll szerintem. Hello, haver! Beló kérdezi, hogy hogy vagyok. Minden frankó, köszönöm. Amsterdamban is néznek minket. Megint rossz helyre küldtem, házasoktam. Szia, nálad minden nap megvan a 99 plusz, azt kérdezik. A követő számra gondolsz? Hát szerencsére igen, egy picivel több megvan minden nap. Im38, a szeptől mit jelent, de még csak 37 vagyok, még egy fél évig. Hello Anna, na megyek, pihenek, sziasztok, köszönjük Zoli, hogy beugrott, és csodás napot kívánok, horgászni mész mi? Gyanús, úgy de jól nézel ki, köszönöm Martin. Gábor, hát szia! Adjál kölcsön, elment minden ajándékra, rendben, utalni fogom. Vissza fogom utalni, hogy kilépek a live-val, egyből küldöm. Valaki integet be a jobb ablakon, hát ez itt a bal oldal van a kormányunk, ezt az ablakot a baloldali oldalnak nevezzük, és egy kecske szokott itt rohangálni, mert ugye őre vigyázok, amíg itt várakozok ez a munkámról. Én köszönöm szépen a rózsát. Hát, mafia, ezzel nagyon mellé lőttél, mert ott aztán semmi ilyesmi nincs, de egyáltalán is köszönjük szépen, hogy itt voltál, és a további live-okban máshol is megkérdezed majd ezt biztosan. Köszönöm a moderátorok munkáját. Milyen kérdések már ezek? Na mindegy, engedjük el. Szia Judit, boldog új évet kívánok. Remélem, hogy meggyógyultál már teljesen. Azt kérdezik, hogy mikor live-ozol majd. Én láttam, hogy éjszaka live-ol, de nem volt alkalmam bemenni, mert másra voltam elfoglalva. Mikor jönnek a gyerekek? 30-kor fognak kicsengetni, és egyszerre fognak végezni. Nem mondom meg, hány éves vagyok. Ez egy titkos információ. Köszönöm, Judit. Legyen szép napod, Renátó, köszönöm, hogy beugrottál. Akinek mennie kell, annak csodás napot kívánok, aki pedig most érkezett, és most lát először, annak pedig köszönöm szépen, hogy itt van, a többieknek is köszönöm. Emese, szia-szia, faim, vagy majd írsz, melyek edzeni, csak persze majd dobok egy üzit, ha vége van a live-nak. Kicsit fentebb húzod a cipzárt, nem, de én ülök a bal ablaknál, jól van. Szia, voltál már heti rangsorolt? Igen, voltam. Mikor elkezdődött ez az egész heti top 1, akkor a második versenynek én voltam az első helyezettje, és nagyon sok negatív dolog ért ezzel kapcsolatban, és azóta nem veszek részt ebbe a játékba.
Ennyit tudok elmondani, erről lehet itt top 1-ről. Hello, Krisztin, köszönöm szépen az ajándékokat, szia Ada! Tibi csapattársam kíván neked boldog új évet, és sokból köszönöm szépen, én is mindenkinek boldog új évet kívánok. És köszönöm, Krisztin, a rózsát, még egyszer köszönöm. Lehetek-e én is moderátor? Szépség, azt kérdezi Dominika. Hát megvannak a moderátoraim, köszönöm szépen a felajánlást azért. Szívesen, imádlak nagyon. Ez kölcsönös, és köszönöm szépen. Bemondod, szia Ferikém, bemondtam. Tudjátok, hogy én mindig mindent bemondok. Mit jelent a heti rangsor? Itt van a heti rangsor, van egy toplista, a live-ozóknak az első 99 live-ozót rangsorolja az alapján, hogy ki mennyi ajándékot kap, és én nem szeretnék ebben a játékban többet részt venni, de van, akiknek ez fontos. Ez is egy nézőpont, szóval ez egy ilyen, ez alapján rangsorol, matricák, ajándékok alapján. Mondd meg, hogy Szergei, gyönyörű vagy, Szergei, gyönyörű vagy. És ezért mindig kerül a fejünkre. Hello, Mona, köszönöm szépen, hogy jöttél. Pistike, szia, köszönöm szépen egyébként a követéseket. Hát jó, ezt meg kell mondani. Ha nem volt egyértelmű, akkor most mondjuk, hogy ez Szergei gyönyörű. Ma is biztosak vagyunk benne, hogy most a legjobb formáját hozza. Miért szereted a TikTokozást? Hát ezért sok lökötködésért. Ilyen kis lükék vagyunk, viccelődünk, jó kedvet csinál nekünk, ezért szeretem. Csak ezért szeretem, ez a helyzet. Próbáltam már, hello Anna, örülök, hogy itt voltál. Nagyon rövideket ugrasz be mostanában, biztos sok a dolgot. Nincs más, amit meg tudnék említeni, csak a jókedv. Mert persze az is, hogy nagyon sok barátságot hozott, ez ugyanolyan fontos, de ez összefügg nekem a jókedvvel. Nekem soha nem volt még 99 plusz 22 van most is, de hát tegnap meg már összejött az 1500, ugye? Valaki ellet némítva, ne rosszalkodjunk. Én még emlékszem, én meg elégszem a helyessel is. Na jó, már nem is értettem, hogy mi van. Szia, de boldog új évet kíván a Gambino. Hello, neked is. Igen, emlékszem a tegnapira, hogy összegyűjtöttük itt, hogy öten hiányoztak hozzá. Azt hiszem, Erik, nem válaszoltam a kérdésedre, vagy még mindig itt vagy a bal oldalt is kukucskáz be. Tóth Béla 62, szia, annyira jó a kisugárzásod, mint amennyire a szókincsem. Köszönöm szépen, hogyha így live-on keresztül is ez átmegy, és örülök, hogyha pozitívnak láttok. Cseke 2 követi a házigazdát, köszönöm. A programotok ma a férjedes szünnep alkalmából, hát igen, tetoválva van a szám, nem fogunk semmi különöset csinálni, lévén, hogy két pici gyerekünk van, nem fogunk elmenni nagyon sehova sem, de a magunk útján meg fogjuk ünnepelni, szerintem a szülinapot úgy szoktuk, oda-vissza követés esetleg emberek, ez nem az a live, de köszönöm szépen, hogy megpróbáltad, hogy lehet sok követőt összeszedni, jó tartalmakat kell gyártani, és az elején minél többet célni, sikerek meg azok boldog új évet kívánok nektek, az egész családnak, szép napot, aranyos Ada, köszönöm szépen, Feri, a jó kívánságot, és viszont kívánom. Igen, a férjem is bak. Bemondott, hogy Janó szereti Szilvikét, és reméljük, hogy Szilvike is szereti Janót. Most már hozzá fogok tenni mindig valami pluszt, komolyan. Én is örülnék, ha bekövetnétek. Ez nem az a live, tegnap is elmondtam a véleményemet, bocsássatok meg. Ez a live azért van, hogy beszélgessünk és jól érezzük magunkat, nem azért, hogy egymást oda-vissza kövessük. Én úgy gondolom, hogy mindenki azt követ, akit szimpatikusnak talál, egy beírás alapján, tényleg bocsánatot kérek, de határozottan ez a véleményem, egy mondat alapján, hogy beírtok egy live-ba, ettől még nem váltok szimpatikussá, a videóitok alapján váltok szimpatikussá, és kérlek, azzal gyűjtsetek követőket, ne az én live-omba. Tényleg nagyon szépen kérem bocsánat, felkerült a tiltó listára az ilyen jellegű, így van, köszönöm szépen Vircső, hogy kiegészített, felkerült a tiltó listánkra az ilyen jellegű kérés, elnézést mindenkitől, aki nem ért velem egyet, de ez az én live-om, teljesen igazad van, de köszönöm szépen, Mona, tényleg nem szeretem, és megmondom őszintén, hogy egy csomó olyan live-ba nem megyek be, ahova ez van kiírva pont emiatt. Én azt szeretnék követni, akit úgy érzem, hogy számomra követhető. Nyilván velem is így van egy csomó mindenki nem követ be, mert szerintem nem vagyok követhető, de az én nézi a live-ot, meg a videóimat. Találd ki a horoszkópom, hát nem tudom, legyen bika.
Jogos, igen, de tényleg, ez egy mondat alapján nem lehet valakiről eldönteni, és amit abszolút nem szeretek, ha már itt tartunk, mert ugye elmondhatom a véleményem, mert senki nem szól közbe, amit abszolút nem szeretek, hogy úgy várja valaki el, hogy bekövessék, vagy visszakövessék, hogy nincs is videója fönt. Azt meg aztán tényleg megmondom őszintén, hogy nem értem, hiszen itt a tartalmakat akarjuk nézegetni. Nem én lenni Skorpió? Ah, neked meg az aszcendensen, de ugye tegnap már erről beszéltünk. Szia, de imádom, hogy ilyen jó kedvet csinálsz, minél TikTokon kellemes hangú csaj vagy. Köszönöm szépen, Gabi, nagyon kedves tőled. Hát remélem, hogyha jó kedvet tudok csinálni a videóimmal, meg a live-jaimmal. Tibor csapattársam, hatalmas rajongód. Milyen csapat ez? Már komolyan egy csomó csapatunk van. Hello, Vadalma, boldog új élet neked is, örülök, hogy látlak idén is. Szép napot kívánok, Marina Birkás. Ez valami sport lesz, hogyha csoport, ugye? A férjemnek nyilas az aszcendens, a Kitty Bikabak, a Maddox rák skorpió, apa Bika nyilas, és én pedig oroszlán skorpió. Szép napot kívánok mindenkinek, aki most érkezik, akinek pedig menni kell, annak csodás, csodás további napot. Üdv Görögországból! Én meg innen Magyarországról. Ilyenkor olyan rossz kimondani, hogy innen Magyarországra, amikor ilyen jó kis helyekről üzengettek nekünk. Lukács, hát, na, el lett némítve, szegény, biztos, ami csúnyát mondott, elnye. Boldog új évet kívánok én is. Szia, szia, Julcsi! Szóval ez volt, most megcsináltam az ebédet gyorsan, aztán gyorsan hajat mostam, és akkor holnap nincsen iskola, ebben a reményben vagyok, hogy nincsen emiatt házi feladat sem, úgyhogy egy tök szuper kis délutánunk lesz egyébként. Nem rossz az, eredetileg barna göntör a hajad? Hát képzétek el, hogy göndör volt, itt most nem fúj, itt, de ahol mi lakunk, ugye mi a Szentőföld mellett lakunk, nincsenek házak körülöttünk, ott mindig nagyon fúj, és egész éjszaka nagyon hangosan fújt, nem is nagyon tudtam aludni tőle. A hajamról beszélgettünk. Gyorsan kapcsolok ma is. Volt göndör hajam, egész gyerekkoromban göndör hajam volt, apukámnak göndör a haja, de aztán most úgy látom, hogy egyre egyenesebb már. Már nem tudom olyan szép göndörre megcsinálni, ha nem vasalom ki, tehát hogyha úgy hagyom, akkor már nem olyan szép göndör. De szők és barna inkább, nem barna. Szóval nekem a kutyusunkról van fent videó, én nem szeretek videó szerepelni, nagyon jók a videóid. Teljesen megértem, Ágnes, mindenki arról csinál videót, amiről úgy érzi, hogy szeretne, ez az alkotói szabadság, és én nagyon szeretem a kutyusos videókat, és vannak olyan oldalak, amiket kimondottan azért követek, mert olyan cuki kis fehér feje kibuka, mindig tudjátok, van az a csaj, aki így szétnyitja a kezét, és ott van a babakutya fej benne. Szóval azok is nagyon jó tartalmak, pont ugyanolyan jók, mint bármelyik más. Pataki Ákos, szia-szia! Nagyon boldog új évet neked is, Vivian! Mi az a cigi? Most nem is cigizek. Oprah Viktor, hello, köszönöm szépen egyébként a követéseket. Most nem volt a népszerű, mi ezzel, hogy ne akarjunk követőket szerezni itt live-on belül, de tényleg ez volt a véleményem, most már nagyon régóta kikívánkozott belőlem, sorry. De senkit nem akartam ezzel leminősíteni, eskü. Jó szándékból mondtam. Azért maradtatok ilyen csöndbe? Szia, Krisztián! Elkezdődnek nálunk a félévi felmérések, és kaptam egy egész listát, hogy melyik nap milyen dolgozat lesz. Nem láttam az egyik szívecskés üzit. Szia, Ádám! Úgyhogy a kiték ma szövegértést írtak, és aztán nem vagyok Facebookon, vagyis van egy official oldalam, de az csak azért, mert van egy pár hely, ahova kellett, hogy a csoportba bekerüljek, hogy benne legyek itt, hogy nem ide egy szociálisan fejlődjek, ott vagyok, de nem vagyok aktív igazából, ugye Vircsó. Na mindegy, ott vagyok, ehhez csináltam egy Facebook oldalt, de a Facebookom az teljesen privát, a rendes Facebookom az csak a családnak és a valódi ismerősöknek van. Instán tudtok követni, meg van YouTube csatornám is. Mindig feldobod a napom, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, Jolcsi, hogyha fel tudom dobni a napodat. Nem megy be, ahogy köszönök neked, azt írja Török Sanyika, most bement, egy csomó minden, én úgy látom, hogy a mostani frissítéssel egy csomó minden nem megy be, én egy csomószor írok be live-okba, és semmi reakció nincs rá, ebből tudom, hogy valószínűleg sok minden kimarad. Pláne, hogyha én azt vettem észre, de nem biztos, hogy így van, pláne, hogyha emojikkal írkálok mindenfélével, akkor nem is engedi be. Például az első pár napban, a szilveszter után semmi olyan bújékos üzenetem nem ment be a live-okba, amiben a lóhere benne volt.
Érdekes. Jók a videóid, csak így tovább. Köszönöm szépen, Vivian. Megpróbálom hozni a formámat idén is, bár most már ezért egy kicsit másabb jellegű lettek a tartalmai, mert egy nyomtatófülkéből ki kellett költözzek. Nem voltam ott vállalható. Amikor be kellene nézned angyalföldre, a régi idők emlékére, na majd beugrok nem sokára. Azt kérdezi Dorina, hogy hol laksz? Én Pest megyében lakom, elég közel a városhoz. Nekem olyankor nem írja be, ha nevet írok bele. Na, látjátok, hogy milyen jó, hogy beszélünk erről, mert okosodunk. De amúgy, nem tudom, mostani frissítéssel megvakult ficex hegény. Mostani frissítéssel megint egy csomó minden nem jött össze. Nekem nem működik egy csomó minden. Például remélem, hogy több tartalomgyártó is van itt, és nem csak nálam van gondja ezzel a szerkesztésnek, hogy amikor leszeretnék vágni a videó végéből, akkor nem tudom ott végignézni, hogy meddig húzzam vissza, és egy csomószor beakadt, képzeljétek el, és el kell mentenem a vázlatot, és újra csinálni, mert nem lesz vágható. Vagy elcsúszik az egész hangolyat is csinál mostanában. Köszönöm szépen a követéseket. Dolgozol valamit, vagy háztartásbeli, vagy ingyen élő, vagy bazd meg. Csak viccelek. Dolgozom, de szerencsére magamnak osztom be az időmet. Szia, nagyon szép a rózsad, megkérdezhetem, hogy melyik? Most egy Golden szájfényem van, most nem volt idő kirúzsozni alatta. Szia, Ada! Szia, Dori! Hello, Maci! Köszönöm szépen a duettet! Nagyon tetszett! Most nem láttam, valaki írt valamit a frissítésről, pedig ha van hasznos infótok, osszátok meg velem, mert tudjátok, hogy nálam minden rosszul sül el, ami így hátnáptól tényleg van a TikTokommal. Szia, hogy vagy? Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Köszönöm, Dorina, a követést. Dik a burgonya. Amúgy, nem is tudom, olyan furi mondja, nem? Hogy puré? Azt mondja püré helyett, hogy puré, püré, nem tudom, én kétszer kellett megnézzem a videót, hogy értsem, hogy miről beszél. Szia, Kiki, örülök, hogy jöttél, hogy állsz a favágással. Mekkora arcanyuka vagy, hogy így megy a TikTok? Hát képzétek el, hogy a suliból a diákok közül egy csomóan vágják, hogy TikTokozok, és sokan is követnek, amikor Kittyvel így beszélgetnek, és kérdezik, hogy egymástól, hogy kinek ki a kedvenc TikTokere, akkor sűrűn hangzik el az én nevem, úgyhogy nagyon cukik, és most tegnap írt az egyik kislány a videóm alá, hogy én nem láttam őt, mert direkt itt állt reggel a kocsim előtt. Aranyosak. Gyönyörű vagy, köszönöm szépen a dicséreteket. Végtelen szerelem 22, milyen fantáziadús név. Szia-szia! Hát azt kérdezi Anna Patrik 2, hogy lehetek-e a szolgált? Hát remélem, hogy jól porszívózol, és az ablakpucolás is nagyon jól megy. Bármikor várom a jelentkezésedet, ingyé, persze, viccelek, nem, hogy bárki komolyan megy a hülyeségeimet. Szép napot kívánok, én is Piré, azt mondja, hogy Piré, igen. Olyan gyanús volt, mert én pürének mondom, de aztán lehet, hogy ezt is mondják többféleképpen. Szia, szép napot, Laller, Mackó, neked is. Most vissza kell kapcsolni az ülésfűtést, mert kinált az udvaron a kocsim, és lehűlt a levegőben. Vigyá, megfagyok. Köszönöm szépen, Roland, hogy megosztottad az élő videómat. Mindent látok, mindent tudok, itt már nincsen suttyomkodás, de csinos vagy. Köszönöm szépen, Ferko, örülök, hogyha tetszik. Ha így maradt volna az idő, mint amilyen tegnap előtt volt, hogy ilyen 13-15 fokok, akkor azt terveztem, hogy elmegyek hétvégén egyet kirándulni valami tóparthoz, de úgy látom, hogy ez nem fog megvalósulni, mert hogy mínusz 7 fok lesz éjszaka. Meg kell most már sokadik éjszaka nem alszom, úgyhogy egy csomó mindent meg tudtam nézni, amire kíváncsi voltam, és megnéztem, hogy mit jósolnak a 2022-es évre nekünk. Boldog új évet kívánok én is mindenkinek. Van férje, csak kíváncsiságból van, de egyébként amúgy is van. Igen. Szép a körmöd, mutasd meg, tetszik az íve. Hát én magamnak csinálom, úgyhogy biztos nem profi, de csak így géllak. Egy pici erősítéssel. Szeretem, ha kocka, meg egy picit szűkítem befele, hogy tudjátok, az én ne ilyen legyen, hanem egy kicsit ilyen. Köszönöm. A színét meg nem tudom megmondani, mert még mindig lusta voltam megnézni. Szóval azt hittek a 2022-es évre, képzeljétek el, hogy ez az aratás éve lesz, mert hogy 9 éves periódusok vannak, és azt hiszem, hogy ez a 6. belőle, ami az aratás éve, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 4-5 évünkben, ha jól dolgoztunk, most lesz meg az eredménye, ha meg valaki nem jól dolgozott, annak meg nagyon nem lesz meg az eredménye. Van neki, nem látod a luxust, amiben van, hát mert ez csak onnan jöhet, így van? Tehát egy nő, az nem lehet magától jól szituált. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, de bunkó voltál, vagy. Istenem!
Melyik megyéből vagy? Hát én a Holdról jöttem. Néha úgy érzem magam némelyik kommentek között, de amúgy Pest. Pest megyében. Odavalósi vagyok. Minden nap új reményekkel kezdek neki a live-nak, és aztán ne röhögjél, Alexa. Aztán egy kicsit úgy, ugye elmegy a kedvem, most nagyon sok lett a gonoszkodás. Én most a frissítésre tudok rájönni, de hogy ezelőtt tudtál tényleg? Köszi, nagyon szívesen. Boldog új évet kívánok én is. Tényleg nem tudom, ez a pices videóm is azért annyira nem volt nagy szárad, és nem is a saját hangom volt, és én lettem le volt, hogy ilyen hülye vagyok, hogy nem tudom, hogy az körcik. Aztán már... 180 ezer megtekintés volt rajta. 444 megosztás, tehát nyilván azért az arányban nem olyan rossz, hogy voltak ilyen több negatív komment, de azért, ahogy azért, hogy ki hogy nevezel egy pizzát, ezért így megkövezni valakit, teljesen ki voltam bukva. Sajnos nem mindenki figyel, az elején láttam a mondatnak bocsánat, a kocsim volt a kérdés, azt láttam, az mindig nagyon népszerű kérdés, meg a férjem ugye, az is nagyon népszerű. Dávid, Johnny, Jóni? Hát lehet, hogy elkereszteltelek Johnny-nak, sorry. Hello, hello, örülök, hogy itt vagy. Szépen kérdeztek. 100 forintosból sok van adából, csak egy van lehetne ez írva a pólomra. Egyszerűen senkivel, aki gonosz. Igen, pont erről beszélgetünk a tegnapi live-ban, hogy kérdeztétek, hogy szerintetek mi a legrossz, szerintem azt kérdeztétek, mi a legrosszabb emberi tulajdonság, és én azt mondtam, hogy az irigység, mert szerintem az összes negatív dolog az irigységből származik, de aztán már ki tudja, nem tudom, biztos sok összetevő, és azt is gondolom, hogy azok, akik itt negatívkodni szoktak, azoknak vagy az életében, vagy éppen az aktuális napjában valami negatív történt, és ugye hajlamosak vagyunk így emberként ezt továbbadni a másikra, hogy így szabaduljunk meg a rosszabb érzelmektől. Nincsen ezzel semmi baj, csak nem tudom. Szóval én soha nem tudnék valakit direkt így bántani. Ezek olyan rossz dolgok, amikor csinálok egy negatív kommentre válaszvideót, nagyon ritkán szoktam, olyan konapokig lelkismeret furdalásom, hogy miért nem csak egyszerűen kitöröltem, miért kellett erre válaszolnom. Köszönöm a felsőm nevében a dicséretet. Van ebből több szín is. Azért jobb észosztani, biztos háttérrel, jó egzisztenciával, tapasztalat. Én soha nem osztottam az észt, és bocsáss meg, Anika, dupla, hogyha te úgy érzed, hogy én azért mondom el itt a véleményemet, vagy a látásmódomat, mert osztanám az észt. Abszolút nem. Senkinek nem szeretnék utat mutatni, mindenkinek egyedül kell a sajátját megtalálni. Nagyon aranyos vagy, akinek nem tetszik, görgessen tovább. Hát, akinek meg nem megy, ezt annak szoktunk segíteni, hogy tovább tudjon menni tőlünk. Ilyen szigorú szabályunk vannak. Ha nincs, hogy valaki egy napig irigy, aki irigy, az mindig az. Hát, én nem bízom benne, de tudjátok, én nagyon vagyok, én bízom benne, hogy tudnak változni az emberek, esetleg ebbe is. Senkinek nincs joga észt osztani, így van, én nem is osztottam az észt, saját látásmódomat mondtam el. Aztán, hogyha valaki annak veszi, hogy észt osztottam, az meg az ő látásmódja, hogy engem lát. De emögött a komment mögött ott volt, hogy nekem milyen autóm van, hogy nézek ki, hol lakok, mi van. Tehát ez megint egy irigység volt, meg egy rossz indulat, csak mondom annak, akinek nem tűnt fel a burkolt célzás. Ennyi. Így van, ennyi. Zárjuk is le a témát. Köszönöm szépen, Lajos. Köszönöm a dicséretet. Hello, Gyurko. Örülök, hogy itt vagytok. 11.500 lájkot kaptam eddig, Réka. Szia, szia. Ezekkel ne foglalkozz. Hát, ja. Bár így lenne mi, hogy az ember csak eldönti, hogy nem foglalkozni. Jó kezelem, nagyon szimpi vagy, ahogy beszélsz, köszönöm szépen, Pityu. Nem tudom, hogy jó kezelem-e, de így tudom. A gyerekeket várja az oda az iskolánál, így van. A gyerekeket várom, nem sokára ki fognak csöngetni, és akkor megyünk haza. Vezető pozícióban dolgozom, és ennél többet nem szoktam a munkámról elmondani, és köszönöm szépen a kérdést. Gábor, köszönöm szépen a rózsát. Jóska gyerek, milyen kedves vagy, köszönöm. Akkor erre nem válaszolok. Istenem. De legalább használna ékezetet, mert el kellett rajta gondolkoznom, hogy mi ez a kadar. Mert előbb egy bor jutott eszembe róla. Szigorú főnök vagy, azt kérdezik, nem beszélek a munkámról. Köszönöm szépen a megértést.
Kár, hogy Vivtől is nem lehet pofozkodni. Hát itt már ez már box lenne néha, azt hiszem, Vivcsó, okos vagy, szép, igényes, a többi negatív nem számít. Igen, mindig ezt mondjuk, hogy nem számít, nem számít, de higgyétek el, hogy megélni ezeket mindig sajna számít. Tehát mondhatom azt, hogy jaj, ez engem nem érdekel, meg ez engem hidegen hagy, de szerintem azért mindenkit megérint némelyik dolog. De jó vagy, köszönöm. Már mindjárt jobban is érzem magam, köszönöm szépen a dicséretet. Mi ott csinálsz? Kommentekre válaszolok és live-ozok is, az iskolában várom a gyerekeket. 8 és 9 évesek, Patti. Tegnap aztán kiléptem úgy a live-ból, hogy nem néztem meg ezeket a dolgokat itt, hogy mik azok, remélem, ha nem felejtem el. Mert hajlamos vagyok így ígérgetni, hogy jól megmutatom a gyerekeket a végén, na jó van, mert nem kell, sziasztok, de csak azért, mert nem vagyok tanítónéni, azok vicces videók voltak. Egy csomóan azt hiszik, hogy orvos vagyok, meg azt, hogy tanár, de nem, egyik se nem, benzinkutas vagyok. Nem vagyok az. Köszönöm szépen a követéseket, és köszönöm szépen a moderátorok munkáját, tovább mindjárt megmondják azt is, hogy mit lehet, meg mit nem. Ne számítson, mert nem függ ez tőlük, így van, de azért én ilyen hülye vagyok. De remélem, hogy fejlődőképes, abban tényleg bízok, hogy fejlődőképes vagyok, mert aztán nem, hogy elmenjen itt az egész dolog, a kedvem attól tartok a legjobban. Pedig úgy ézel ki, pedig úgy nézel ki, már elfelejtettem, hogy hogy nézek ki, hogy nézhetek ki, azt elfelejtettem, hogy mi lehetett. Azt még talán szerencsére elfejtettem az elejét, vagy hogy miről, azt is elfejtettem, hogy miről beszél. Szép vagy ahhoz képest, hogy két gyereked van, köszönöm szépen. Értelen azért miket meg nem engednek maguknak, azt mondja Anna, hát igen, én már itt már nem lepődünk meg semmin. Néha szoktam szemezgetni azért. Ezt nem hagyom, hogy elmenjen a kedved, köszönöm szépen. Igazából azért vagyok egy kicsit rosszabb kedvű, mert ugye hát éjszaka volt alkalmam átnézni a kommentjeimet, moderálni magamat, és képzeljétek el, hogy van ez a vicces videó, hogy ugye nem lehet megfejteni a csajokat, ez egy pizza hasonlat volt, szerintem sokan láttátok. Semmi komoly mondani valója nem volt, egy vicces videó volt. És aztán azt írták nekem, oda kommentnek, hogy az összes nő ostoba és hülye, de sajnos szükség van rájuk. Na, most az ilyen kommentekkel mit kezdjünk, de tényleg, most gondoljátok bele, nyilván ennek a kommentenek van egy édesanyja, aki a világra hozta, és ez a véleménye a nőkről, hogy sajnos csak azért vannak, mert még kell, hogy szükség legyen rájuk. Szóval ezek mellett én nem tudok elmenni, de majd dolgozom magamon, hogy ne húzom fel magam ezeken. Hogy vagytok? Sziasztok, bocsi, hogy sziát írtam. Jól vagyunk, Rékuci, köszönjük szépen! Biztos jó családból is jössz, ezért nehéz háttérre, nehezebb kitörni magad színvonalra, de a pénz nem minden. Nem válaszolok erre, Anika, mert lehet, hogy kötözködni akarsz, én meg kedveskedni veled, és akkor kettő most így nem kompatibilis együtt, úgy érzem, tényleg, bocsánat. Szia, drága, a GL, a benzines vagy dízel, ez egy benzines. Te gyönyörű vagy, köszönöm szépen a kedves szavakat, nagyon jól lesnek, jobban, mint a többi, amire az. Tegnap ugyanitt tartottunk, amikor véget ért a live kb. Te, ma jó kedven van. Csak azért nézek néha oda, mert olyan sokan állnak a suli előtt, és nézem, hogy nem hamarabb jön neki. Mert hogy ugye az utolsó suli nap, hogy nem lesz holnap suli, és hogy nem engedik ki őket hamarabb. Meséljetek, mit fogtok csinálni este a munka után. Szia neked! Nálatok volt valaki covidos, lekapogom, mi szerencsére megúsztuk, de azért köszönöm szépen a kérdést. Szia Zsolt! Remélem, hogy nem olyan sok köztünk most a beteg, és mindenkinek jobbulást kívánok egyébként, mert ugye tegnap itt páran írtátok, hogy betegek vagytok. Hali kérdőjellel, hali felkeltő jellel, ez a válaszomra. Miért nem lesz suli holnap? Tanítás nélküli munkanap, ami értekezett a tanároknak, szerintem a fél évzárás előtt ilyenkor szokták megbeszélni. Rékuci volt covidos. Szia, ha gond van, szólj, és a brigáda, mint nézzük a többit. Köszönöm szépen. A csajok itt tipézgetik őket. Hogy lehet ilyen gyors? Vivcsa, robotkéz, AMG, mert itt nem szeretné, illene hozzád. Én azt gondolom, hogy az AMG irreálisan, tehát csak az optikai tuning miatt irreálisan magas az ára. Tehát csak azért, hogy jobban nézzük ki egy autó. Nyilván a műszaki részéhez nem értek, tehát ilyeneket ne várjatok tőlem, hogy erre tudjak válaszolni. Nekem nem is szempont a műszaki rész az autónak. Én elégedett vagyok. Ez egy szolid, visszafogott autó, de mégis minőségi.
a színe is visszafogott, nem hivalkodó, én szeretem, én elégedett vagyok a kocsimmal. Nekem ahhoz kell, hogy a gyerekekkel tudjunk közlekedni, vagy egy hosszabb útra elmenni, beférjen minden, ez egy anyuka autó. Ez nem, majd amikor majd már nem lesznek kicsik a gyerekek, majd lesz egy menő verdám. Szóval köszönöm a követést is, hogy múltkor bejöttél a lányomba. Én köszönöm szépen, és nagyon szívesen is örülök, hogyha földobtam a napodat. Olyan cuki vagy, köszönöm. Én már megkaptam a harmadik oltást is. Zsolt, köszönjük szépen az információt, és beszélgessünk egy kicsit másról is, mint az oltásról, meg a Covidról. Köszönöm szépen a rózsát, tömergítok, nagyon kedves tőled. Aero elemek miatt háromszor annyiba kerül, meg a lökhárítója is az AMG-nek. Igen, ez én szerintem is sokkal drágább. De gyönyörűek, tehát hozzáteszem, hogy álom, hogy leesik az ebednek a feje a helyéről. Olyan szépek. Mindjárt kimondom a nevet. Pepizó csatorna. Köszönöm szépen a TikTok jelet, köszönöm. Ilyenkor meg kell várjam, hogy ki a hosszabb a név, hogy meg tudjam rendesen köszönni. Szép napot kívánok én is. Na, van, aki majd gyógyult meg a vírusból, látjátok, milyen jól kezdődik akkor a nap? Köszönöm szépen még egyszer a rózsát. Hello, Joker! Örülök, hogy itt vagy, és köszönöm szépen a rózsát. Mesélj, mi újság veled? Rég láttalak. Szandika, volt még a Szandikás, köszönöm szépen a rózsát. Epizód csatorna, köszönöm szépen a TikTok jelet és a rózsát. Szia, Német Dávid! Köszönöm szépen az újaktól egyébként a követéseket, nagyon aranyosak vagytok. Ha a gyerkőcök kijönnek, megmutatod-e őket? Megpróbálok kitartó lenni, komolyan mondom. Már annyit beszéltem, hogy ilyen nagyokat nyellek, mert szerintem elfogyott a nyál a számból. Köszönöm szépen a követéseket, tényleg. Szia, Adán, szívesen, szép lönek, szép dukál, köszönöm. Joker, te mindig olyan kedves vagy velem. Jokernek nagyon jó videói szoktak lenni. Érdemes őt bekövetni, hogyha szeretnéd. Te, köszönöm szépen. Szia, Réka! Örülök, hogy jött és boldog új évet kívánok. Zoli, hello, hello! De jó, hogy látlak. Azért fészkelődök már ennyit, mert már fáj a hátam, szóval megpróbálok kitartó lenni, hogy tudjunk majd gyereket nézni, megnézni a gyerekeket. Medoxot láttuk már tegnap, ugye a kis kopaszt. Egy helikopter megy fölöttem. Férjem van, köszönöm szépen a kérdést. Mi van a születésnapja kedves férjemnek? A 40-en megvicceltem őt, képzeljétek el, mikor fölkelt, reggel sokáig aludt, hétvégére esett, és ráírtuk a homlokunkra a gyerekekkel, hogy 40. Szép vagy, köszönöm, köszönöm a követéseket. Ma mentek-e valamerre? Én nekem, hogy holnap lesz dolgom, ma nem, ma ilyen kis pihenősbe leszünk. Mi volt az ebéd? Vagy csak reggel is, egy banántúrmixot ittam, még az ebédet nem kóstoltam meg, de megfőztem, és akkor ilyenkor meg szoktam várni a gyerekeket, és együtt eszünk, hogy így próbáljunk minél többet így együtt menni. Tényleg ráírtuk, hogy 40, és akkor tudjátok fölkelt, és akkor így nézett ránk. Hát milyen humorizálós vérszívósok vagyunk otthon egymással. Nagyon sokat szoktunk nevedgélni, meg viccelődni. Amúgy 13.000 acaznákot kaptam, nagyon-nagyon nyomjátok. Mit főztem nekik? Negec van, sült krumplival nekünk, rizs van, sült kecske sajttal, és majonézes kukoricás salátával, és paradicsomleves betűtészte van, mert a Medox azt kérte. De a férjedet nem ünneplitek meg egy étteremben, nem járunk étteremben, mert minket nem tudnak ott etetni sajnos, hogy vegetáriánsok vagyunk. Tényleg nem, pedig azért nem értem, mert minden alapanyag van a konyhán. Tehát minden zöldség, meg na mindegy. Majd egyszer lesz olyan, amikor itt Magyarországon is ehetnek a vegák normálisan. Mehetek én is ebédre, persze mindenki jöhet ebédre. Most szeretném bejelenteni, hogy ebédidőben otthon találkozunk. Mindenki álljon a kapu előtt sorba, ételhordóval a kezében. Miért nem jutottak? Azért, mert azt mondtam, hogy a pulóverednél felhúznád el a cipzárt, nem sértő. Hát Márk, szabad keze van a moderátoroknak, te is tudod, hogy az, amit írtál. Örülj neki, hogy csak némítás úr. Á, bocsi. Gyerekek is vegák, nem ők esznek húst. Vannak Pesten meg a helyek, igen, de ahhoz, hogy mi elmenjünk enni, ahhoz egy csomó időt bele kell tenni, és annyi idő alatt megcsinálom én is, és finomabb. Nem beképzeltségből, nem rosszból, de tényleg szeretjük, ahogy főzünk. Gyere, Egerbe, itt rengeteg vega étterem van. Na, Anna meghívott ebédre. Egyébként azért beszélek itt, én, hogy vegyétek alapot, hogy onnan, ha meghívnátok ebédre. Köszönöm, Anna, meghívást. Hamarosan érkezem. Úgy hordja, hogy ő akarja. Köszönöm szépen. Hát szerintem is. Azt csak, amit akarok.
Úgy szokott a zene, oh my god, azt mondják nekünk, 9 perc van fognak kicsöngetni, rászámolunk még egy olyan 8-10 percet, amíg kijönnek a kapun. Szegény gyerekekkel. A gyerekek esznek húst. Én nem eszek meg, a férjem nem eszünk húst. Saját megítélésükre van bízva. Egyébként a Kitty sokkal több zöldséget eszik, a Maddox meg húst hússal. Ha valaki szeretne velem kötekedni, akkor figyeljen oda arra, amit mondok, hogy pontosan tudjunk kötekedni. Köszönöm a legnagyobb tisztelettel. Miért kérdeztem? Mert kijelentettem, nagyon jól nézel ki. Köszönöm szépen. De lehet, hogy bajom lesz később. Remélem mondjuk az jól fog kinézni, de lehet, hogy bajom lesz, mert nem eszek húst. Nagyon jól nézel ki. Ezt olvastam, igen. De azért volt kétszer elolvasni. Bent a követés. Köszönöm szépen, hogyha valaki bekövet. Nincs kötekedés, beszélgetés van. Férjed van? Férjem van. Igen, határozottan férnél vagyok. Szerintem egy csomó mindenki egyébként itt közülünk, szóval mást is megkérdezhetnétek néha. Köszönöm a követéseket. Kornél, Duvenbeck, Atibosz, köszönöm szépen. Zsanett, neked is nagyon szépen köszönöm. Jó, közvélemény kutatást szeretnék végezni, hogy megvárjuk a gyerekeket, vagy kiléphetek, megengeditek. Tegye fel a kezét, aki szeretné látni a gyerekeket, és tegye le a kezét, vagy mit tudom én, valamerre más, merre tegye a kezét, aki megengedi, hogy kilépek, mert a hátam leszakad már. Igen, várjuk meg, azt írja Pati, várjuk meg. Még mindig férjed van. Igen, az elmúlt 5 perc óta semmi nem változott, legjobb tudomásom szerint meg nem is fog. Várjuk meg, jó, megvárjuk, oké, letehetitek a kezeteket. Csak egy gyenge próbálkozás volt a részemről. Szóval jelenben nagyon tiszteletre méltó. Köszönöm szépen, Zoli. Fáj a hát, engedjétek. Köszönöm. Jó, megvárjuk, mert olyan ritkán van, ugye ez az egy nap van hétfőn, meg csütörtökön végeznek egyszer, és akkor nem tudom máshogy megmutatni. Mi a kedvenc fiú és lány neved? Kitty és Maddox, ezek a kedvenc fiú és lány neveim. Ott jött Edkot a kezdetben, Ada, please. Nem, pont nem tudom megmutatni, Joker. Egy hold és egy hibiszkusz. A hátamon egy kék madár van, orhideák, elől alcsomon a férjem neve, ilyesmi, konfiguratívak. Köszönöm szépen a követéseket. Jó, megvárjuk. Relax, ha megígérem, az úgy van, csak már szomjas is vagyok, meg mindjárt földobom itt a talpam, de ha live az live, akkor megáll az élet, megvárjuk, csak viccelődök. Mennyi ideig épült a házatok? Elég hamar megvoltunk vele a méretéhez képest. Én úgy emlékszem, de már összefolynak az emlékeim, hogy megvolt kb. Egy másfél év alatt. Hát a belső munkálatokban még a mai napig van, ami nincsen befejezve. És ott a névjegyed is, igen. Egyébként a férjemben meg az én nevem van rajta. Nagyon fain vagy, köszönöm szépen. Még most pont ma telefonáltam már kétszer, mert szeretnénk a lépcsőt újra csinálni, mert a műanyta nem sikerült rajta jól, és én nagyon nehezen indul be az év, tehát alig bírtam bármit elintézni idén, képzeljétek el, ami ilyen elintézgetős, tehát senki nem akar megmozdulni, meg elkezdeni dolgozni, nagyon éveleje van, engedjük Adát, ha szeretjük, én szeretem. Hány négyzetméter, nem baj, hogyha erre nem válaszolok. De hogy nehogy bekapogjon Irénke, hogy kérsz egy dal tőle. Igen, hát ugye most mindjárt berakom az Irénke CD-t is, szóval nincsen CD lejátszó kocsiba. Szép nő vagy, köszönöm szépen, legalább lehetek takarítani. Persze, hát azt mindig lehet. Egyébként nagy, de tényleg nem szeretném megmondani, mert most már beszélgessünk valami másról. Beszélgetünk az időjárásról, arról, hogy milyen év várható, tehát, hogy aratás éve van, aki jól csinálta, aki nem, bár ezt szerintem minden évre elmondható. Érdeklődnék, hogy van-e eladó katalizátorja, hát úgy érzem, hogy lassan már van a boiler is eladó. Tegyél be élőben, nem szoktam vendégeket fogadni, de nagyon szépen köszönöm, hogy be akartál jönni beszélgetni hozzám. Szia Lajos, jöttél kicsit beszélgetni? Jöttem, mikor jönnek a gyerekek, amíg még 5 perc, amíg kicsöngetnek, és onnan még rá kell számolni a beszélgessünk egymással, lassan jövünk le a lépcsőn, ott hagytam a izén, visszamegyek, érte ezeket bele kell kalkuláljuk. 1000 követő kell hozzá, hogy élőz? Igen, annyi kell, hogy valaki tudjon élőzni, de én most hallottam egyébként
más információkat is kíváncsi leszek, hogy megemelik ezt az ezret majd. Szép napot kívánok én is, Erdős Mihály Lionel. Jól mondtam, hogy Lionel? Milyen szépen hangzik, nem? Rakok majd egy másik zenét, és akkor majd az átteri a figyelmemet. 90-es évek zené. Húgom visszamegy hétfőn is, ma már kötőhártyát kapott el. Ó, szegényke. Hát igen, ez a közösség. Sajnos ilyen, amikor elkezdek a gyerekek közösségbe járni. Ma is bomba forma vagy. Köszönöm szépen. Merre csavarogsz? Hát én ilyen csavargós, én csak a ilyen három szögeket érintek. Munka, otthon, iskola. Még boltba se járok. Mert hogy rendelek, házhoz rendelek. Ennyi követőm biztos, annyi követőm biztos nem lesz. Nincs látni vissza, hogy így egyébként szokott lenni, de most valamiért nincsen, nem tudom miért ürült ki így a kocsim. De jól vagyok, mi már látszik, hogy izé van? Tikkadok? Lassabb vattát köpök. Kis csaj, nagyon szép asszony vagy. Köszönöm szépen, Edison. Nagyon kedves tőled. Ez egy ilyen kínszenvedés, de kélem már meg a végét. Szép jó napot, Pali. Tehát... tartanak így már, értem. Nem Rómeó, úgy látszik először vagy nálunk is, ma már többször beszéltünk erről, de kösz, hogy jöttél. Sajnos menned kell. Kiszáradt, tuti kifogók, de ha nincs, akkor kéne vigyek neked vizet. Arra gondolom, hogy itt előveszem a csomagtartóba az ásot, és elkezdek ásni, hogy feltörjön a talajvíz. Hello, Laci! Berakom a rampampamot, mit szóltok hozzá? Én tényleg még nem is hallgattam meg. Megpróbáltam a Sirit megkérni rá, de Reb találta. Közönség találkozó, mikor lesz, vagy hol lehet veled találkozni. Nem tervezek ilyeneket. Semmi ilyesmit. Na, nézzük. Rampampam remix. Másfél óra. Gyanús a csomagtartóba az ásó. Igen, az a negatív kommentelőknek tartogatom. Felkeresek mindenkit. Lenyomozok. Rampampam. Ilyen anya, nenne, de láttam, hogy mi volt. Jó a zene, köszönöm szépen, még csak most indult, hele várjuk ki a végét. És nagyon várom, hogy legyen idén is valami jó száma. Akkor ásót vigyek, igen. Ásó kap a nagy harang. Vagy nem is tudom, izét. Talajfúrót, nem azzal szokták fúrni? Köszönöm, hogy Daniel megosztod itt a kényszenvedésemet másoknak is, hogy jöjjenek a live-ot nézni. Jól vagyok. Segítek az ásóval, szép vagy, köszönöm. Szia, Gyuszika! Na jó, összeszedtem magam. Hősöd, hol szerezted be? Megmondom őszintén, hogy nem tudom, de 5 színben van nekem ilyen, vagy lehet, hogy csak 4-ben, lehet, hogy sokat mondtam, túloztam. Adjál egy kis hangot. Ada, figyelj, hogy tudod állandóan ilyen higgasztani és jófejséggel viccesen negatív embereket? Nem mindig megy, látjuk itt már mást is, de nagyon igyekszem, Zoli, nagyon igyekszem. A rutin meg az évek, mondjuk csak fél éve tiktokozok, de komolyan a rutin meg az évek egyre jobb lesz az évek haladtával. Hát az bírja még, már nagyon látszik, hogy nem, ugye? De jó, ez a zene, kedvencem volt, egész nyáron ezt hallgattam, imádtam. Imádtam. Háromszor csináltam meg TikTok videóra ezt a zenét. Ha kimondod a nemem, akkor bekövetlek, azt mondja Gyuszika, egyébként is kimondtam volna, ne fenyegetőzzél. Nem szabhatsz itt meg nekem feltételeket, de hello Gyuszi. Mit tegyek gyorsan? Hát bármit, ami elérhető, azt tegyél gyorsan. Gyirosz, kitének a gyirosz a kedvence? Az anyámat, azt mondja nekünk Usher 20 00. Pikpak, hello! És végre látok profilképet. Elpirultam. Köszönöm szépen Anna a koronát. Köszönöm szépen. De aranyos vagy. Mindenkit üdvözlök, aki most érkezik. Tök jó az üzenet, nem? Én követtem őt, és szokott élőzni, és élőben énekelni. Nagyon jó hangja van. A Medox nagyon jó matekos. Köszi Anna a koronát még egyszer. Szép napot. Köszönöm a követéseket. Ha lehalkítom már, aztán valaki süttyomban nézi a live-ot, egyből lebuktatjuk. Jó volt, mi Nelly, köszönjük. Leülhetsz, ötös. Mi ennek a zenének a neve? Hát nem tudod, ez a mi Nelly, rampampam.
Hogy te kérdezz ilyet, ezt tudni kell, alapmű most már. Szia, Csini, jó zene, a csengő hangom, imádom én is. Mondjuk nekem nem tudom, mi nem ez a csengő hangom. Hát most, ja, az lesz a csengő hangom. Kösz, hogy szólsz. A Tibosz, Norbi vagyok. Lehet, hogy nem a mixet raktam be? Hogy telik a napot? Tök jól vagyok, minden szupi. Most jöttem egy pár perce, még csak. Ja, valami megállt. Hol dolgozol amúgy? Itt a parkolóban vagyok, parkoló őr, és akkor nagyon figyelek így, azért nézek ennyit jobbra-balra, hogy hát szem előtt kell tartsam itt, hogy biztonságban legyenek az autók, meg aztán, hogy nehogy valaki ne fizessék ki a parkolódíjat. Köszönöm szépen, Attila, nagyon kedves tőled, imádom a videóit, köszönöm, hány éves vagy? Hát ezt még senki nem kérdezte meg tőlem, úgyhogy emiatt nem is tudok erre válaszolni, még én sem tudom. Sajnos nem tudom, hogy hány éves vagyok. Nem olvastad tovább, a többi nem érdekelt? Nem tudom. Nem tudom, hogy mi volt. Erika nagyon röhög már. Erika már nagyon röhög. Á, most már is olyan röhögök. Csokit ettem, friend vidit úgy megnézném tőled. Melyik a csokit ettem? Én nem láttam. 37 írja Judit itt mindenkinek, aki eddig még nem tudta. Köszönjük szépen. Ez azért van, aki figyelést tudja. Igen, ma jövőre is annyit fogom mondani, meg azután is. Jó napot az osztélytársam Olikumnak, nagyon bejössz. Te vissza vagy egy korosztály vagyunk, bármilyen iskola is lesz, ahol szerintem nem vagyunk egy korosztály. Hello, Benny! Örülök, hogy jöttél, pont most ment el az Oli az előbb. Zsámó! Ati Bosz, köszönöm szépen a rózsákat, nagyon kedves tőled. Na, kicsöngettek, már a nép megindult. Hát most koncentráljunk arra, hogy minél hamarabb kijöjjenek, ugye tudjuk, hogy ez a legnehezebb feladat a kicsöngetéskor. Atibosz, köszönöm szépen a parfümöt, kijutni a tömegbe. Anélkül, hogy elsodornának. Szép napot kívánok én is, Martin. Véleményem, egy korosztály vagy, mindegy mennyi vagy, 42, a legidősebb, de vagyok még 40. Atibosz, köszönöm szépen ezt a sok parfümöt, már idén nem kettő parfümöt vegyek, és a rózsát is. Köszönöm, 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 nagyon cuki vagy. Ilyenkor a legjobb bandázni, igen, ők nem szoktak, ők így menekülnek, és hogy merek, hogy bejönnek a kocsiba, utána végig pampogják haza az utat, hogy kivel milyen incidens történt, és akkor lezuhanyoznak. Mostanában így csináljuk, hogy egy kicsit így összekapják magukat, ebédelnek, és akkor megnyugszik mindenki. De minden napra jut valami cirkusz. Hasonlítasz Astrid Vetre, nem tudom ki az, de remélem, hogy legalább jól néz ki. Imádom egész nap néznének, köszönöm. Szerintem te saját használsz tippelek, eskü nem tudom. Igen, abból a Mademoiselle, meg a Delinától, a Demelitől Delinát. Most kikapcsolt a zenénk már. Szép napot, néni! Jaj, nem vagyok néni, még hol vagyok attól, hogy néni legyek? Hány évesek? 8 és 9, de most már ennyi? 9 és 10, nem sokára. Antónió, köszönöm szépen a követést. Azt kérdezik, hogy szeretnék-e még gyereket, nem többet, nem, meg vagyunk így már, te és a létszám. Csini vagy, köszönöm szépen, mindenkinek szép napot kívánok, aki jön, meg megy. Csinálok a Kittinek helye, mert ő itt mellettem szokott ülni, és a Medux meg hátul a csomagtartóba. De csak itt hátul a hátsó ülésem. Hú! Mona megint adott egy új esélyt valakinek, ugye? Mi csak fogadjunk az a röhögsz, hogy bezárom a medót a csomagtartóba, ugye? Jaj! Oh. Bocsánat. Melyik az idősebb? A Kitty megérkezett. Megérkezett a Kitty. És milyen okos hozzá a tesi cuccát, pedig elfelejtettem reggel mondani. Hello, Munci! Mi újság? Láttam, milyen jó volt a Robival a szilveszter. Láttam élőben a megérkezést hozzátok. Nem figyeltek, dolgozik és nem tetszik görgess tovább. Így van. Hello, anyuszmusz! Úgy döntöttünk, itt megvárunk titeket. De mindenki meg szeretne nézni. Engem? Részt akarsz venni a projektbe? Megmutattad magad? Van kedved? Mesélsz nekik, milyen volt a napod? De hát nem tudok semmit nagyon. Hello! Hello, ő a Kittike! Milyen napod volt? Jó. Jó volt? Akarsz nekik valamit mondani? Nem. Jó, akkor ennyi volt. Megvárjuk még a Maddoxot is.
Azért szólj neki, hogy live-ban vannak, de cuki, hello Kitty, itt írja mindenki, úgy rakom, hogy lássa a Kitty hello. Is, várjatok, nem tudom, hogy tudom úgy rakni. Kitty is látszódjon, de szép kis egy van, köszönöm szépen. Most bujkál a Kitty, szia Kitty, oda néz. Szia. Mindenki a Kittynek köszön. Ott a Benny. Szia. A Bennynek nagyon jó hangja van, mondjuk nem olyan jó, mint a tiéd. Visszarakom, mert Kitty zavarba látom rajta, de megmutattam nektek, és akkor megvárjuk Medoxot is. F. Petra követi a házigazdát, Joker azt mondja, hogy de aranyos, hát itt a anyja. Hello Benny, Kitty rágót akar. Szia Kitty, Vivcsó is köszönt nekem. Szia. Azok a szemek. Közben lehet, hogy mozogni fog, mert Kitty rugdossa az állványt a lábába. Nem érdekes, rúgjad fel a telómat. Nagyon jól nézel ki, köszönöm szépen. Cukor, igen, a Kittyka egy kis cuki falat. Kis szerelme. Medox jobban bírja a szereplést. Hát ő túl jól bírja. Múltkor hogy leoltott itt live-ba? Emlékeztek rá? Fulci ki volt a videj. Ez is én vagyok. Ilyen, amikor a gyerekek megérkeznek. Nem akar a Kitty beszélgetni. Nem. Nem? De nem se. Arra is rázta a fejét. Rám se kíváncsi, senkire nem kíváncsi, szerintem alig várja, hogy hazamenjen. Levente Szabados, köszönöm. Szia, honnan szoktad venni a felsőidet? Hát, már most már lassan mindenhonnan, de erre nem emlékszem, mondom, megvettem, vagy az összes színben, ami volt. Hány éves? Ugye megfulladok. Hány éves vagy Kitty, azt kérdezik. Nem sokára 10 leszek. Ugh, de van őgyhaj vagy. Van ekkora lánya, most születés, már 10 vagy. De majdnem olyan magas a Kitty, mint én, és a lába már picivel nagyobb, mint az én lábam. De egyébként negyedikes, nem sokára felsős lesz. És a 10. születésnapja lesz, úgyhogy ezek már nagy dolgok. Na most már lehetsz? Megmutatod? Nem, csak elolvastam. Ja. Láttam a nevemet. Hello. Harmadikos Kitty, negyedikes vagyok. Igen, negyedikes. Jó szóka, negyedikes. Pont nem tudom, úgy rakni, hogy mindenki látszódjon. Milyen magas vagy, Ada? Még sose kérdeztem. 164, Kitty 9 éves, Medox 8 éves, jól írtam. Igen, Julcsi teljesen jól írta. Jaj, akkor én már idősebb vagyok, azt írja Gyuszika. Medoxot is megvárjuk? Mert őt láttuk azért tegnap, milyen szép kislány, köszönöm szépen. Most összem fogott Nyuszikának a haja, ugye a suli miatt, de kis derékig érő hajú, gyönyörűséges királylányom nekem. Persze nagyon elfogult vagyok, megmondom anya, őszintén. Hétfőn jön egy új fiú, aki kedves, okos. Azt honnan tud, hogy kedves? Hát Anciné mondta. Ja, mi és intelligens. Mondta? Tényleg? Aha. Várjatok meg. És ő nem olyan, mint a többi fiú, hanem szőke hajú is kékfonalú. Na, tudod, van remény. Uh-huh. Kedves is. Mindegyik lány jött akarja. Már előre le lesz boxolva, hogy kié lesz. Kis szerelmet is megvárjuk, a Medoxot is megvárjuk, ez cuki volt. És hogy hívják? Nem tudjuk. Csinálj, jó. Csinálj magad mellett helyet a padba. Jászmin mellé fog ülni. Azt kérdezik, hogy milyen a többi fiúk. Köszönöm. Szépen nem lehet megfogalmazni. Azt mondták itt, hogy szépen nem lehet megfogalmazni. Kánál lesz a kis sátnak. Elég sok lány van, igen, a Kittyéknél. De jó, hogy... És tud németül? Tud. Tényleg? Uh-huh. Na, hát ez milyen jó. Én attól féltem, hogy emiatt... Fiúk féltékenyek rá. Már most? Igen. Hát ez egy Adonis lesz. Minden lány azt szeretné, hogy ezért hétfőn azt mondták, hogy a legcsinosabb ruhájukat felveszi. Hát, ha összejön. Azt kérdezik, hogy megmutattam el a lányomat. Közben jön a Medox. Hát most komolyan nagyon várom már. Én is a hétfőn. Én várom a legjobban, ez mindig jól hangzik. Megmutatom el a kislányomat. Szegény srác utálni fogják a fiúk, és piszkálni fogják. Na, a csajok, itt van a Kitty, és jön a Medox is. Ugyeljetek, ugye megmutatom, itt elmegy a kocsi mellett. Hello! Láthatok bármit belőle? Jaj, nem jutottam ki neki. Milyen szép a lányot, köszönöm szépen! Látom, nagyon érett lány. Egyébként a Kitty sokkal érettebb, mint az ő korosztálya, ugye? De már hamarabb érnek a lányok, meg a lányok eleve hamarabb érnek, mint a fiúk. Maszkban van, igen, hát a suliban muszáj nekik a maszk. Hello, Medox! Hello! Lehet, hogy nincs jó napja, lehet, hogy nincs jó napja. Vagy lehet, hogy mondja, megnézzük. Csá, Bibi! Téged várnak a nézők. Hello.
képzeld el, tudták, hogy jön egy jóképű srác. Hello! Megmutatod a kis pofidat? Uh-huh. Megmutatom a Kittit. Nézzétek meg, milyen egy formák, Kitti. Várjátok, mert valamit csinál a Medó. Hello, Medó! Hello! Jó, hát így sokat látunk belőled. Köszi! Várjál meg! Volt esélyed vége a lájunknak. Csak viccelek, mindjárt megmutatom. De tudjuk, hogy mit Hello. Akar. Ne bujkáljál. Medox? Kitti? Hello! Medox? Hello! Kitti? Hello. Medox? Hello. Ada. Na, mindenkit megmutattam. Leszakad a hátam, nem tudom visszarakni. Ezt is nagyon szépen köszönöm szépen mindenkinek a dicséretet. Köszönöm, hogy itt voltatok, és fogunk találkozni. Remélem, hogy holnap, ha esetleg nem jövök, akkor pedig hétfőn találkozunk. Puszi nektek, mindenkinek köszönöm, hogy vártatok velem, és majd küldöm a hátmasszázsom